Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform. Üdvözlünk mindenkit, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Beszéltünk már korábban, hát jóval korábban, egy évvel ezelőtt talán, a TON hálózatról. Akkor azért beszéltünk róla, mert te szép jövőt jósoltál neki, és érdekes volt ennek a blokkláncnak a története. Elevenítsük fel azért egy kicsit ezt a projektet, hogy mit tud, miért jó, valóban megvalósult-e ez a szép jövő, aztán majd beszélünk az aktualitásokról is. Szóval TON hálózat. TON hálózat, ugye ennek az életútja az a Telegram alapítójától indult, akit az orosz állam elég erősen üldöz, és üldözött. Ugye már a Telegram sem olyan, mint amilyennek ő megálmodta, és ő elkezdte ezt a projektet, ugye a TON projektet, egyébként más néven, tehát az akkor úgy volt, hogy Gram lesz a neve, és akkor a Telegram Gram, de végülis TON lett a neve, de attól félt, hogy ezt el fogják venni, és már a fejlesztést is decentralizálta. Ez nagyon ritka, nem sok ilyen projekt van, igaziból a Bitcoin egy kicsit más utat járt be, és hát ebben egészen egyedi. Ez egy nagyon kockázatos lépés volt, mert nem tudhatta, hogy ezt akkor tényleg a közösség tovább fogja fejleszteni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem a fejlesztés végén teszi közzé a kódokat, mindent, amit arról a fejlesztésről tudni kell, hanem a fejlesztés minden egyes lépését külön nyilvánossá teszi, elérhetővé teszi? Elérhetővé teszi, felszámolta a fejlesztő csapatát, és arra kérte meg a közösséget, hogy akkor kezdjenek el dolgozni rajta, és fejezzék be. És ami tényleg nagyszerű, és nehéz is elképzelni, hogy hogyan tud ez ilyen jól működni, de összeszerveződtek jól, és profi módon zajlik a fejlesztése. Hát ugye már azt hiszem 21-ben indult el, 21. szeptember 1-én indult el az éles hálózat, de hát addig is nagyon sok fejlesztés zajlott, mert nyilván mire el tud indulni, és egyre aktívabb és egyre nagyobb a fejlesztői közössége, ami mondjuk könnyű lehetne azt mondani, hogy biztosan a háttérből titokba irányítja ezeket a fejlesztőket az alapító, de nem, ő tényleg kivonult, teljesen kivonult, és beálltak a fejlesztés mögé olyan nagy nevek, akiknek semmi köze nem volt sem az alapítóhoz, sem a fejlesztő csapatokhoz, és azok a fejlesztők, akik korábban is ott voltak, pedig a nagy nevek mögé beálltak, és volt akkora respektje a nagy neveknek, hogy ez egy rendszerbe rendezetten, szervezetten működő fejlesztéssé vált. Na de mit tud? Igaziból mindent tud, amit a modern blokkláncoknak tudni kell. Nem szennyezi a környezetet, tehát nincs nagy energiafelhasználása. Tényleg valóban decentralizáltan működik, és önkéntesek működtetik azért cserébe, hogy a natív coinból, tehát a TON tokenből részesüljenek. Vannak olyan governance, tehát a kormányzási elemei, amik a fejlesztőket jutalmazzák, tehát igaziból, ha valaki ért a fejlesztéshez, akkor megéri oda menni, mert elég sok pénz üti a markát, mert a újonnan forgalomba kerülő TON coinoknak egy jelentős része, az bekerül egy úgynevezett treasurybe, és a felhasználók szavazzák meg, hogy egy-egy fejlesztés részletért mennyi pénz szabaduljon fel a treasuryből, és az ott fejlesztő önkéntesek pedig ezt megkapják. Úgyhogy úgy tűnik, hogy itt olyan dolog valósult meg pozitívan, ami már sokszor megbukott a múltban más projekteknél, mert nem tudtak összeszerveződni, fejetlenség volt, aztán összeveszések voltak, és egymás ellen mentek. Na de az aktualitás akkor az, hogy beépítik a Telegramba, hogyha az, aki a Telegramot is fejlesztette, ugye, az teljesen elengedte ezt a TON hálózatot, hogy fejlessze más, akkor azért valami kapocs mégiscsak van, hiszen gondolom rajta keresztül történt ez meg. Ez úgy történt meg, és nyilván itt azért voltak egyeztetések a háttérben, és ez nem véletlenül technológiai szempontból úgy valósult meg, ahogy megvalósult. Valamikor, pontosan nem tudom megmondani, hogy mikor, egy-másfél évvel ezelőtt a Telegram egy olyan fejlesztést dobott ki,
hogy külsős programokat lehet futtatni a Telegramon, és lehet rá fejlesztenie bárkinek, ami automatikusan viszont nem jelenik meg minden felhasználónál, hanem ezt akkor úgy mutatták be ezt a tulajdonságot, hogyha mondjuk a mi cégünk a Telegramot használja, de valamilyen funkció hiányzik belőle, akkor ezt hozzá tudjuk fejleszteni, és csak saját magunk számára kapcsoljuk be. Na, ilyen módon hozzá lett fejlesztve a Ton Wallet a Telegramhoz, és ezt bárki bekapcsolhatja magának. Egész egyszerűen kell keresni, ahol ismerősöket keresünk a keresőmezőbe, egy olyat, hogy Ton Wallet, ezt kell beírni. Persze lesz ott kismillió kamu profil, de egy ikonnal jelölik, hogy melyik az, amelyik egy program, és hogy azt hányan használják, ezért ez teljesen egyértelműen kiderül, hogy melyiket kell bekapcsolni. És ahogy ezt bekapcsoltuk, működik a pénztárca a Telegramon belül, ami ráadásul jól működik. És lehet benne ugye a TON token tárolni, lehet stablecoinokat tárolni, és van még néhány kriptoeszköz, de ez mind a TON hálózaton fut. Ami egy nagyon kezes dolog, és nagyon könnyű így ismerősöknek egymásnak pénzt küldeni, nagyon könnyű lesz integrálni az elfogadó helyeken, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy a fagyizójába elfogad a fagyért cserébe mondjuk dollárhoz vagy euróhoz kötött stablecoint, akkor csak kiteszi a QR kódot, és igaziból ez egy filléres fejlesztés, és mégis nagyon megbízhatóan és nagyon pontosan működik, és egyébként a könyveléshez szükséges adatokat is a TON rendszerből le lehet egyben tölteni, és ugye ma már ugye az Európai Unión belül lehetősége van mindenkinek az új reguláció szerint kriptovalutát elfogadni az üzlethelyiségbe, tehát igaziból egy nagyon gyakorlati és nagyon hasznos funkció került így, egy csomó felhasználóhoz, mert ne felejtsük el, hogy a Telegramot már majdnem 1 milliárd ember használja. Itt éppen kinéztem egy friss statisztikai adatot. A statista.com oldal szerint áprilisban a havi felhasználó szám az meghaladta 800 milliót. Azt én értem, hogy ez miért pozitív, csak hogyha egy kicsit úgy messzebbről nézzük ezt a képet, azért mégis sokat beszéltünk itt a kriptovilágnak a működéséről, a kriptoanarchistákról, sokat beszéltünk arról, hogy itt nem a saját haszonszerzés van első sorban, hanem elindítasz egy fejlesztést, és aztán magára hagyod, engeded, hogy a közösség formája, stb. De azért itt ebben a sztoriban mégiscsak van egy, vagy csak én érzem, hogy van egy kis bicsaklás, hogy elindítom a TON hálózatot, a 0 kilométertől decentralizáltá teszem, hogy tényleg a közösség formája, de aztán mégiscsak azért hozzá csatolom a másik fejlesztésemhez, amit szintén az enyém. Egyértelmű, amit mondasz, viszont én máshonnan közelítem meg. Onnan közelítem meg, hogy ezt megálmodta ez az ember, és valóban az álmát publikálta, ugyan születtek már kódok, de nem volt kész, korán sem volt kész a projekt, teljesen decentralizálta, odaadta a közösségnek. A közösség az nagyon jól szerepelt, és még erről egyébként nincsen információ, de ezen szerintem még az sem csorbít, ezen a közösség által learatott diadalon, hogyha még kapott segítséget itt a fejlesztésnél ettől a alapítótól. Szerintem egyértelmű, hogy mivel ő indította el, ő találta ki, az ő nevéhez köthető a Telegram, arra törekszik ez a közösség, hogy ott jelenjen meg először. Egyszerűen ott van a helye. Úgyhogy nagyon könnyen elképzelhető, hogy minden úgy van, ahogy te gondolod. Én viszont nem érzem azt, hogy ettől kevésbé lenne pozitív ez az egész történet. Mi a helyzet a tokennel? Reagált ezekre a hírekre? Jótékonyan hatott? Abszolút jótékonyan hatott. Igaziból valamikor március elején megindult az árfolyam, $2 környékén, és most 7,5 dolláron áll. Tehát itt egy 3-4-szereződés történt néhány hónapon belül, ami hát egy nagyon szép eredmény, és hát ugye véletlenül sem akarok olyat mondani, ami miatt az emberek most nekiállnak tokeneket vásárolni, akinek felkeltette az érdeklődését, az alaposan tájékozódjon. Lehet belőle egy jó sztori, fogalmazzunk így. Igen, én azt gondolom, hogy ez már most is elég jó sztori, mert működik megbízhatóan, stabilan, megy nem úgy, mint egy-egy sokkal ismertebb és sokkal nagyobb nevű projekt, amit mondjuk már 2016 óta fejlesztenek, és nem működik rajta semmi úgy, ahogy kéne. Vagy egy másikra gondolok, ami ugye marha jól működik, csak egyáltalán nem decentralizált, úgy pedig könnyű. De sokkal többet van róla szó. A TON
Bitcoinról nincs annyit szó, egyébként azért a piac értékeli, mert jelenleg tényleg ott van az élmezőnyben, a market cap szerint a 8. Tehát a piaci kapitalizáció jelenleg a... Jelenleg a 8. több mint 2 millióból, amit a CoinMarketCap-en listáznak. Tonhálózat, tehát erről beszélgettünk az elmúlt percekben Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, hallgassák vissza az adásokat YouTube-on és Spotify-on, mindkét helyen ez megtehető, mi pedig köszönjük a figyelmet, szép napot! Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. A Mozaik Alpha kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!